A 16. kerületnek Budapesten van, most már fölül is kellett vizsgálnunk, mert eltelt 5 év, és az Európai Unió előírja, hogy vizsgáljuk fölül. Nagyon helyesen írja ezt elő az Európai Unió, sokat tudnám szídni egyébként az Uniót, meg a különböző bürokráciájukat, de ez például egy olyan dolog, ami fontos és előremutató, hogy legyen egy településnek, vagy legalább a település választott vezetői, önkormányzati képviselők, a polgármester elgondolkodjanak azon, hogy mit is szeretnének, hogyha azon a településen történne a jövőben, és ahogy Karsai polgármester úr mondta nagyon helyesen, tehát azokat, amiket egyébként az élet nem old meg közösségi forrás nélkül, akkor azokat próbálják valami rendbe rendszerezni, hogy ez megoldható legyen. Persze ennél azért egy település fejlesztés azért sokkal több. Nyilván minden településnek van egyfajta víziója, hogy mit szeretne látni abból a településből mondjuk 30-50 év múlva, hogy szeretné, hogy az kinézzen, és ehhez igazítják a városfejlesztési stratégiát, ugye ez egy lejjebbi szint, ahol megpróbálják megoldani azokat a feladatokat, ami a következő ilyen 8-10 évben áll a város előtt, vagy legalábbis azokat beírni valami rendszerbe, és ahhoz talán még forrást is találni. Budapest 16. kerülete speciális, így ugyanúgy Budafoki speciális, hiszen nálunk azért két szintű az önkormányzati rendszer, ugye van egy Budapest főváros maga saját önkormányzatával, ahol külön döntések születnek, amik a egy-egy település résznek a stratégiáját befolyásolhatják. A fővárosnak is van ilyen integrált városfejlesztési stratégiája, amit természetesen úgy alkotott meg, hogy a kerületek véleményét kikérte. Kicsit eklektikus lett ez a koncepció, mert igazából befogadtak majdnem minden kerületi véleményt, és így nem nagyon látszik rajta az a fajta irányvonal, hogy maga a főváros, mint önkormányzat mit szeretne a városból. Ennek vannak jó meg rossz példái erről, hogyha majd kérdés esetleg van, akkor majd erre kitérnék. A magyarországi önkormányzatokról még egy fontos dolgot így az elején elmondanék, és hogy miért is fontos a városfejlesztési stratégia. Mert új rendszer van Magyarországon, az elmúlt néhány évben átalakult teljesen az önkormányzatok finanszírozása, az önkormányzati feladatok ellátása, ugye létrejöttek a járási hivatalok, és a járási hivatalokhoz rengeteg hivatali adminisztráció átkerült, és az önkormányzatok egy letisztult képet kaptak, tehát csak olyan dolgokkal foglalkoznak, amihez helyi hozzáadott értékre van szükség, helyi tapasztalatra, helyi tudásra, és minden sablonszerű dolgot a járási hivatal csinál már az önkormányzatok helyett. De ami hozzáadott érték, azt az önkormányzatoknak kell megtenni, és a gazdasági alapjukat is megkapták ehhez az önkormányzatok. Egyrészt úgy, hogy a korábbi adósságokat az állam átvállalta, másrészt úgy, hogy szabadon vethetnek ki adót, bizonyos korlátok között, de viszonylag szabadon vethetnek ki adót. Persze nyilván egy épeszű városvezetés először megmondja, hogy miért kellene az ott élőknek több adót fizetniük, persze, hogyha többet szeretne, vagy új adót fizetni. És ehhez például nagyon jó, hogyha van egy városfejlesztési stratégia, mondjuk integráltan, és akkor ahhoz tudnak pénzt kérni az emberektől, hogy mi ezt szeretnénk megvalósítani. Ráadásul a új önkormányzati modellnek az alapelve az, hogy minden önkormányzat tartsa el saját magát, álljon meg a saját lábán. Ezt nem állítom, hogy még minden önkormányzati vezető mind a 3176 érti Magyarországon, de ez az alapstratégia, tehát helyben megtermelt pénzből lehet fejleszteni a várost, persze vannak központi források, és ehhez hozzá lehet jutni bizonyos korlátokkal, például Budapest elég kevés pénzhez juthat így közvetlen területfejlesztésre, másra juthat, de területfejlesztésre nem annyira, a Közép-Magyarország régióval együtt, zárója bezárva. De hogy az a célja minden önkormányzatnak, hogy megalapozza gazdasági alapját is, hogy utána a jólétet idézőjelbe tudja a lakójainak biztosítani. Ehhez viszont kell egy stratégia, és nem csak az kell, hogy hol tudunk aszfaltutat építeni, hanem az is, hogy miből lesz bevétel, hol lesz mondjuk ipari tevékenység, hol lesz szolgáltatás, mi az a bevétel, amiből majd utána meg tudjuk a közjavakat teremteni, óvodát, iskolát, egyéb ilyen dolgokat. Tehát visszatérve, nagyon fontos, hogy legyen városfejlesztési stratégia. Nagyon fontos, hogy konszenzussal vagy közel konszenzussal fogadják ezt el, hisz azért egy 8-10 vagy akár 20 évre előre gondolkodó városban azért nagyon fontos az, hogy ha lesznek is vagy vannak is politikai vezetőcserék, akkor legalább ebben, hogy a város hogy nézzen ki, egyetértsenek. Persze itt is azért vannak olyan szélsőséges pártok, akik
furcsa módon képzelik el a városfejlesztést, és vagy mindent nagyon pirosan, vagy mindent nagyon zölden akarnak csinálni, vagy nagyon barnán, vagy nem tudom milyen színeket, mondjuk nagyon narancsosan, de természetesen az a helyes, vagy az a jó, hogyha lehet konszenzust teremteni. Ez nem egy egyszerű feladat, de hát ez már egy következő előadás témája lenne, úgyhogy én köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és visszaadnám a szót.